Hello mindenkinek, üdvözöllek benneteket újra. Na hát nagyon-nagyon boldog vagyok, és tényleg megint csak egy örömhírrel tudok nektek szolgálni. Mint láttátok előző videómban, érte tudtunk menni a krémért, tehát készen van az új fejlesztésű krémünk, ami külön kérésre, ugye közkívánatra nagy örömmel tudom nektek ezt bemutatni. A különlegessége igazából úgy is kezdődve, így az elejétől kezdve mondanám el nektek, hogy ez tényleg éves szinten, ugye, akikkel eddig tartottam a kapcsolatot, barátok, ismerősök, ugyanúgy kedves törzsvásárlók hozzájárultak ezeknek a komponensek összeállításához, és tényleg nagyon nagy sikereket értünk el vele. Tehát tényleg elértük azt a szintet, hogy most már lehetőségünk legyen a fejlesztésünk során, hogy ugye maga a kövi rózsa, ami alapjáraton, hogyha aloe verával összekeveri az illető, alapjáraton ez a kettő párosulva tényleg nagyon optimalizálja a bőrt, tehát nagyon jól hidratáció ad a bőrnek, valamint ugye véd az UV-sugárzások ellen, valamint ugye, ami közkedvelt és elengedhetetlen, ugye ez a kollagén. Ugye manapság bárki látja a reklámokat, különlegesképpen mindenhol ezt reklámozzák, egyébként nem hülyeség, csak ugye nem mindegy, hogy ezeket a komponenseket igazából mivel alakítja ki, vagy állítja össze, vagy akár a kedves vegyészünk, ugye kivel hogyan tesztelgeti ezeket az alapanyagokat. Tehát lényegében tényleg nagyon hatásos. Már csak abból a szempontból, hogy ugye nem csak az idősebb korosztályt céloztuk meg ezzel a Csicsovszki krém fejlesztésével, hanem elsősorban mindenképpen azért csak is hát a fiatalokat is ugye próbáljuk ugye az egészséges dolgok felé vinni. Tehát lényegében ugye nagyon sokan, mint ahogy az idősebb korosztály is a mai napig ugye a vásárlóim említik, hogy nagyon szeretik ezeket a krémes dolgokat, és igazából tényleg hatásos, mert én is visszatekintve a múltba, mikor ugye mamáiknál vakációztunk, akkor nekem mindig eszembe volt, hogy mikor megcsípott egy szúnyog, vagy elestem, vagy játszottunk, vagy valami kis horzsolás, akkor mama olyan cuki volt, és mindig hozta a kis tégelyes kis krémjét, és mondta, hogy na, kenjük be ezzel, és hogy hidd el, hogy holnapra el fog múlni. És akkor ugye akkor is kérdeztem tőle, hogy mama, hát mivel kened a kezedet? És akkor mindig mondta, hogy jó, hát ki van száradva, van, mikor ugye a derekára is kente mama a krémet, és tényleg ezek a kis tégelyes krémek, és akkor is ugye csak csodálkoztam, hogy hát milyen krémeket használ, meg egyébként nekem soha nem jutott volna eszembe, ugye egy alapjáraton még gyerekként sem ugye a krémezési dolog, és már akkor mama is elmondta, hogy ezek a gyógynövények tényleg csodákra képesek. És igazából ebből a szempontból kiindulva úgy voltam vele, hogy manapság már mindenféle lux termékeket, ugye luxus termékeket, krémeket, ugye kozmetikai krémeket kapunk országszerte, és úgy voltam vele, hogy ugye maga a sminkelési világ, ugye a make-up világa az engem körülvesz, és úgy voltam vele, hogy tényleg egy olyan krémet fejleszünk, ami nem csak az ízületekre, hanem ugyanúgy a test bármely területén tudjuk használni. Úgyhogy nagyon örülök neki, sőt megmondom őszintén, én voltam a legelső emberke, aki kipróbált így alapjáraton smink alá, hogy mint primerként tudjam használni. Már csak abból a szempontból mondom, hogy én voltam az első, mert én nagyon kényes vagyok ezekre a dolgokra, és úgy voltam vele alapjáraton, hogy ugye nem vagyok egy nagyon nagy krémes emberke, hogy mennyire tudja intenzíven ugye a száraz bőrre, hogyha rákeni az illető, hogy hogyan tud felszívódni. És ugye itt is sikereket értünk el, mert ugye egy cukorbetegség esetén ugye könnyebben kiszárad a bőr, és emiatt is ugye elfontolgattuk ezeket a dolgokat. A második dolog pedig nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy rengeteg bőrproblémás emberke él a világban, és legyen szó fiatal, idősebb korosztályról, és ugye különböző allergiák csapódhatnak le, amiről ugye az ember nem is tud, és igazából ezek a komponensek, tehát alapjáraton ugye a kövi rózsa, az aloe vera, tehát alapjáraton ennek a kettőnek a kombója, ez tényleg nagyon hatásos ebből a szempontból, tehát tényleg maga a vízbázis miatt is ugye kellően felszívódik, tehát ugye ez is egy könnyed lehetőséget tud képezni.
És maga az, hogy ugye nagyon sokat foglalkozunk ugye manapság ugye a bőrünkkel, ugyanúgy az egészségünkkel, tehát ugye nagyon fontosak ezek a dolgok, valamint ugye véd az UV-sugárzások ellen, tehát ugye most már meg kell gondolni, hogy mennyire akarunk kifeküdni a napra, és ugye maga ebből a szempontból is ugye kedvezőként jött ez a dolog. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, gyerekek, és tényleg megmondom őszintén, hogy ez az első olyan fejlesztésem, amiben tényleg a szívemet, a lelkemet beleadtam, és tudjátok, ez olyan, amikor bementek egy boltba, és például így magamból indulok ki, tehát ugye például én nagyon szeretem az ilyen kiegészítő dolgokat, és mikor bemegyek egy ilyen kiegészítő boltba, tehát ugye ékszerek vannak, bizsuk vannak, minden ilyen női kis cucc, akkor hirtelenjében nem tudok választani. És úgy voltam vele, hogy adok ennek időt ahhoz, hogy ki tudjam majd idővel nyilván választani, és mármint ezeket a dolgokat, ugyanúgy ékszer terén, és ugyanúgy ezeknek a komponensek összeállítása terén, és nagyon sokat olvastam az interneten ezek után is, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy tényleg igazából az ember úgy lássa a dolgokat, ahogy kell, és időt adtam ennek a dolognak, és úgy érzem, most már megértem arra a szintre, hogy igenis akkor elkezdjük a menetet. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, és megint csak kiváltságosnak mondhatom a Jóisten számára magamat, mert tényleg úgy érzem, hogy az eddigi dolgok elteltével tényleg mindenkinek olyan terméket tudtam legalábbis a Csicsovszki krémmel biztosítani, és nem fogunk megállni, tehát további Csicsovszki termékek lesznek. Nagyon remélem, hogy tudtam ezzel segíteni, vagy tudok majd segíteni nektek. Kipróbáljátok a termékeimet, hogyha bármi kérdésetek van, nyugodtan forduljatok hozzám, írjátok meg kommentbe, ha arról van szó, és nagyon szép napot kívánok nektek, és köszönöm, hogy a továbbiakban is, ha tudtam segíteni, akkor, meg hát ha nézitek a videóimat is, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!